Köszöntöm Önöket, ez itt az ünnepi beszélgetések a Fehérvár Televízió műsorán, és ahogy azt megszokhatták itt már az ünnepi időszakban, az elmúlt napokban is, folyamatosan egy kicsit évértékelőket tartunk, átnézzük a fontos eseményeket, de a családi hagyományokról is szót ejtünk itt az ünnepek alatt. A stúdiónk vendége pedig Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a nézőket. És hát áldott ünnepet elsősorban itt december 26-án. És hogyha már a karácsonyt vesztük előre, akkor kezdjük egy kicsit azzal, hogyan telt ez az adventi időszak, a várakozást, hogyan sikerült átélni, megélni ebben az időszakban. Pilinszky Jánosnak van egy gyönyörű gondolata, ami idén Pilinszky 100 éves lenne. Az idei esztendőben különös aktualitása van, ugye az advent a várakozás megszentelése, és úgy fogalmazott, hogy rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy megtanuljunk vágyakozni és várakozni arra, ami már a miénk. És hogy akkor várakozunk jól, mint gyermekkorunkban, hogyha már a várakozásban úgy érezzük, mintha megtörténne az, amire vártunk. Tehát amikor várakozunk a hóesésre, akkor már úgy érezzük, hogy mintha esne a hó, hogyha hazakészülünk, akkor már a várakozásban is mintha otthon lennénk. Ez ennek a négy vasárnapnak azt gondolom egy gyönyörű megfogalmazása, hogy mit érzünk akkor, amikor készülünk Szentestére, ami aztán kezdete valaminek, hiszen Jézus Krisztus születése kezdete annak az időszaknak, aminek a vége majd a keresztrefeszítés és a feltámadás és a megváltás, de most a születésre készültünk ebben a négy hétben. Kicsit mindig elgondolkodhatja az embert, hogy talán a felgyorsult világban, a felgyorsult időszakban, ezekben a napokban van időnk egy kicsit megnyugodni, lenyugodni? Nem tudom, hogy az önöknél hogy zajlik. Hát kellett volna, hogy legyen. Kellett volna, hogy legyen. És kellene, hogy legyen időnk arra. De azt hiszem, hogy igen, annyira gyorsan élünk, és annyira felgyorsultunk, hogy amikor az ember 20-30 évvel ezelőtti dolgokra visszagondol, vagy álmodik, akkor is az esemény az 30 évvel ezelőtti, de a megoldásokban ott van a mobiltelefon, és akkor SMS-ben intéztem, pedig nem, mert akkor még biztosan nem volt. Tehát ez jelzi azt, hogy annyira bennünk van ez a gyorsaság, hogy azonnal meg tudunk beszélni valakivel valamit, azonnal fel tudjuk hívni, azonnal tudunk küldeni egy üzenetet, akár egy SMS-t, akár valamelyik chat csatornán, de elérjük, hogy ez mindennapjainkat áthatja, de ennek a négy hétnek pontosan az lenne a lényege, és az lenne a fontos, hogy egy kicsit lelassuljunk. Erre ez a karácsonyi néhány nap, én azt gondolom, hogy mindenkinek egy lehetőséget biztosított. Hogyan készültek a karácsonyra, vagy hogyan készülnek a karácsonyi ünnepekre? Családilag. Biztos van valami hagyomány, ami ahhoz kötődik, az ünnepekhez kötődik. Hát vannak hagyományok is. Ugye négy unokánk van, a feleségemmel mi négy gyermeket neveltünk, ami azért volt nagyon jó, mert ugye 38, 36, 28, 26 évesek, tehát van köztük 10 év a Bálint Zsófi és a Kristóf Karó között. Tehát majdnem mindig volt otthon pici gyermek, és ezért majdnem mindig kellett, hogy legyen hatalmas nagy karácsonyfa, tehát a Jézus elnök még nagy karácsonyfát kellett hozni, és most van megint négy vannak unoka, picik. Van négy unoka, akik picik, köztük nincs ekkora nagy különbség az életkorokban, mert a legidősebb éppen 26-án ma 7 éves, és a legkisebb pedig 8 hónapos, és négyen vannak, tehát őket együtt tartani és együtt terelgetni az egy kihívás, de megoldottuk, mert a feleségemmel elvittük őket a diótörő
balettet megnézni itt Székesfehérváron, a Székesfehérvári Balettszínház előadásában, egy fantasztikus, fantasztikus előadás, és egy fantasztikus élmény volt a gyerekeknek. Természetesen csak a három nagyot, nagyobbat vittük el, de hát a Dodó három éves, és rezzenéstelenül végült a Zölemben, és nagyon-nagyon figyelt, és utána megbeszéltük, és beszélgettük róla, és ismerték a történetet, már látták. Tehát akkor ez egy hagyomány, akkor mondhatjuk a diótörő. Róla. Hát a diótörő az egy kihagyhatatlan hagyomány, és a Kristóf, aki már 28 éves, 10-12 éves korában játszott a Diótörő és Egér királyban, ami ugye a musical változata, ami sokáig ment a Vörösmarty színházban, ő volt a Frici. Akkor kötődés is van, családilag is. A gyerek szereplő, és akkor ugye ezt az elmesélésben az unokák is tudják, hogy a Kristóf, a Krisi játszott ebben, és ő volt a Frici, és akkor a Marika, és értették, és tudták követni, pedig ez egy balett. Nincs szöveg, de fantasztikus előadás, a Székesfehérvári Balettszínház kiváló művészeje tolmácsolásában zseniális volt. Amikor beszélgettünk erről a találkozóra, akkor kértem, hogy hozzon magával egy díszt is. Hát itt láthatják is a kedves tévénézők, mindjárt megmutatják a kollégák. Hát ő egy elég vicces szarvas dísz, ugye? Igen, hát ez egy rén szarvas, és a Bálint fiunk felesége készítette a gyerekekkel közösen. Ez szerintem egy zseniális ötlet, egy dobozból egy díszt készíteni. Így egy kicsit más, mint a megszokott díszek, de pontosan azért kedves, mert a gyerekek keze munkája is benne van. Akkor fölkerült ez is a karácsonyfára, és most onnan kellett el... Csenni. Elcsenni és elhozni, és lelkemre kötötték, hogy vissza is kell vinnem. Erről majd gondoskodunk. Az ünnepi időszakot megelőzően azért mindig egy kicsit az ember a számvetésre is gondol. Mik voltak az idei évnek a legemlékezetesebb mozzanatai az ön számára? Akár a közéletben, akár mondjuk a személyes életében? Hát igen, egy év alatt nagyon-nagyon sok minden történik. És ugye két helyszínen is történtek az események, és kellett helyet állnunk. Én azt hiszem, hogy Székesfehérváron nagyon-nagyon sok minden történt, és sokat léptünk előre, illetve lépünk előre a következő években is, mert sok mindent készítettünk elő. És azért készítettünk, mert hogy ez egy csapatmunka. Tehát ez nem egy egyéni harc. Az országgyűlési képviselő nem egy magányos harcos, aki ott egyedül küzd a hómezőkön, és küzd meg az ellenféllel. Ez egy csapatmunka. Csapatmunka Andrással, polgármesterrel, a képviselőkkel. Nyilván van a munkának olyan része, az országgyűlési képviselőtársakkal, de a városi ügyeinket az közösen csináljuk. Nem látványos, amit egy országgyűlési képviselő csinál, mert a legtöbb munka és a legtöbb energia a színfalak mögött zajlik, és aztán csak az eredményt látjuk, de azok a fejlesztések, amik ebben az évben megvalósulnak, vagy elkezdődtek, és majd megvalósulnak a következő évben, az rengeteg előkészítést kívántam. Amikor azt mondjuk, hogy a miniszterelnök úr meghozta a döntést, a kormány meghozta a döntést, ez az utolsó pillanat, amikor a miniszterelnök úr aláírja a kormány határozatot, az a legeslegutolsó pillanat, azt nagyon-nagyon sok hónap munka előzi meg. Nagyon büszkék vagyunk a Ciszterci Rendház felújítására, ami a Szent István Király Múzeum főépülete. El tudtuk kezdeni a kórház megújításának második ütemét, ami azt hiszem, hogy hihetetlenül fontos nekünk fehérváriaknak, hogy
végre egy olyan modern 21. századi kórházunk legyen, amit ez a város megérdemel. Hát főleg úgy, hogy elkaszálták mondjuk a Pólus kórház programot annak idején. Kétszer is. Mert igen. A Pólus fejlesztés is elkaszálták 2010 előtt, akik akkor kormányoztak, talán ez túlzás, hogy kormányoztak, többet rontottak és rongáltak, mint jót tettek, és aztán a struktúraváltó programot, aminek egy kicsit szűkebbre húzott változata lett volna ezt is, és aztán az első ütemet a 2010-ben hozott, már az Orbán Viktor vezette kormány által hozott döntés eredményeképpen meg tudtuk építeni. Ez a második ütem, 122 ágy költözik ebbe az új épületbe, megújul az a bizonyos folyosó, ami összeköti az épületeket, és így válik több kórházzá, ez a kórház megújul a légtechnika, megépültek már a parkolók, azt már láthatják, használhatják az évtizedek óta tudjuk és érezzük, hogy kevés, és mindig lépünk egyet előre, mindig előre megyünk, egyszerre mindent nem tudunk megvalósítani. Én mindig türelmet kérek azoktól a választóktól, akik akár a Facebookon, akár személyesen megkeresnek és megkérdezik, hogy jó, most felújítjuk a Kodály, de miért nem a másik iskolát? Felfogjuk azt is. Hát most elég sok iskolára jut majd forrás. Igen, készen van az a terv, majd 20 milliárd forintból megújítjuk a középiskoláinkat, és az általános iskolákra is jut forrás. Természetesen tudjuk, hogy ez sem elegendő, mindig van új gondolatunk, és természetesen a fehérváriaknak új kérése, igénye, amiket tudunk és igyekszünk teljesíteni a jövőben, de megyünk előre. Minden évben léptünk egyet előre, én azt gondolom. Hát a közlekedés szempontjából mindenképpen fontos dolog, hogy a déli összekötő az gyakorlatilag érzékelhetően már javában folynak ott a munkák. Igen, a déli összekötő, az a közlekedés az egy olyan gond, nem csak Székesfehérváron, mindenhol a világon, ami következő évek és évtizedek kihívása lesz mindenkinek. Olyan megoldásokat kell találnunk, ami segíti azt, hogy könnyebben és egyszerűbben lehessen közlekedni, és itt Fehérváron ez a 62-es és 63-as út közötti déli összekötő, ez azért volt fontos, és azért fontos, mert a vasút miatt a vasúttól északra és délre fekvő városrész nem volt átjárható eddig. Mindenkinek be kellett jönni, átmenni a Széchenyi úti vasúti aluljáron, és utána tudott elmenni másik irányba. Most ez meg fog oldódni, és ezzel megnyitunk egy fantasztikus területet a vasúttól délre, ami fejlesztésre vár, és ez lesz majd a következő feladat. Igen, és hát ugye arról is beszéltünk már többet itt a stúdióban, hogy az Ocean körforgaló, akkor az is készül, ott is a tervezési folyamatok zajlanak, a stráda lehajtó, a negyedik lejárat, az M81-es, tehát hogy számos ilyen közlekedési kérdést tudnánk még említeni, de ezek mondjuk ilyen éveken átívelő dolgok, mondhatjuk ezt is, ugye? Ezek ilyen egy évtizedre szóló fejlesztések. A körforgalom, tudjuk, hogy az Ocean körforgalom átépítése és fejlesztése nem fogja megoldani azt a problémát, amivel most szembesül mindenki, aki szeretne az M7-esről bejönni, vagy szeretne az Osamba kimenni vásárolni, vagy az ipari parkba, szeretne eljutni, vagy onnét hazajutni. A negyedik stráda lehajtó lesz majd az igazi megoldás, de az része egy hatalmas nagy fejlesztésnek Komáromtól az M7-esen keresztül Sárbogárd és majd az M8-as csatlakozással a Dunaújvárosi hídon keresztül egészen Kecskemétig húzódik ez a hatalmas fejlesztés, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat segít majd nem csak a mi városunknak és megyénknek, hanem ennek az egész térségnek, de ez ennek a következő évtizednek a fejlesztése. Ugye a fejlesztésekről beszéltünk,
Egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az Aranybullának a környezete megújulhat, mert csak azért is, hiszen a 2022-es esztendő egy emlékév lesz itt Székesfehérváron. Igen, 2022 800. évfordulója az Aranybulla kihirdetésének, és hogyha 800 évet hirtelen visszarepülünk, akkor 7 évvel vagyunk a Magna Carta kihirdetése után, tehát akkor 800 évvel ezelőtt Magyarország 7 évvel volt idézőjelben lemaradva Európától, hiszen Anglia a középkor egyik vezető hatalma volt. Ez a 7 év az évszázadok során, török uralom, török megszállás, háborúk miatt is ez a 7 év, ez hosszabb lett. Mi azon dolgozunk most, és az elmúlt 12 évben azt hiszem, hogy tudtunk tenni azért, hogy ez a 7 évről több évtizedre nyúlott lemaradásunk, ez rövidebb legyen. Fonagy János képviselőtársam, János bátyám fogalmazott a parlamentben úgy, hogy ez az elmúlt 12 év volt Magyarország történetében, az elmúlt 100 évben, hogyha visszanézzük, az elmúlt 100 évet tekintve a legnyugodtabb időszak, és csak nyugodt időszakban lehet fejlődni, és nyugodt időszakban lehet fejleszteni, és nyugodt időszakban léphetünk előre. Ilyen volt ez a 12, és azt szeretnénk, hogy a következő 12 is legalább ilyen nyugodt időszak legyen Magyarország és Székesfehérvár életében. A székesfehérvári közösségi életben, a közösségi programokon is rendszeresen részt vett itt az ünnepek tájéken is. Milyen emlékezetes pontok voltak? Hiszen nyilván akkor ilyenkor azért már több idő jut arra, hogy a személyes találkozások, a régi ismerősök, a különböző sztorik előkerüljenek. Az egyik nagy élmény az adventi időszaknak a nyugdíjasokkal, a fehérvári nyugdíjasokkal való találkozás, a nyugdíjas klubok. Ugye tavaly nem, de idén meg tudták tartani az ilyenkor szokásos karácsonyi ünnepségüket, és az idei esztendőben egy régi barátommal, Buch Tiborral jártuk végig a nyugdíjas klubokat, megosztottuk a feladatokat, ő énekelt, én pedig köszöntöttem a fehérvári nyugdíjasokat. Azt hiszem, hogy ha fordítva lett volna, akkor nem lett volna ilyen hatalmas élmény, de hát Tibor fantasztikus hangulatot tud teremteni itt a fehérváriak. Azt hiszem, hogy joggal nagyon, nagyon szeretik. Ragaszkodnak hozzá. És fantasztikus találkozókon voltunk túl. Ez az összetartó közösségek, öröm velük együtt tölteni egy fél órát, egy órát, ahogy összejönnek, találkoznak, beszélgetnek. Mindenki elhozza a kedvenc sütijét, a fiúk elhozzák a saját maguk készítette házi sört, vagy a vörösbort, vagy a fehérbort, és akkor megkínálják egymást. Ez egy fantasztikus, fantasztikus élménye mindig a karácsony előtti várakozásnak. Volt egy könyvbemutató is a színházban, ha már színházat többször említettük. Igen, a színház az valahogy a mi életünkben igen csak fontos volt. A Vaklár Lajos könyvét mutattuk be a színházban, és én úgy fogalmaztam, Lajos az a riporter, aki olyan penge élesen fogalmaz, hogy olyan, úgy kérdez, hogy arra már rettetesen könnyű válaszolni, és az ő fantasztikus beszélgetéseit gyűjtötte csokorba, illetve szerkesztette könyvé, és amikor megkért Lajos, hogy mutassam be, és azon gondolkoztam, hogy természetesen kell a szerzőről beszélni, de hogy mi lehet ezeknek a beszélgetéseknek az üzenete, és aztán hirtelen észrevettem, hogy a beszélgetőtársak ebben a negyedik kötetben teljesen véletlenszerűen természetesen az én életemhez is kötődnek. Ugye Baló Gibolya, aki a Fehér megyei közgyűlés elnöke volt 2010-ig, és 2010 után én követtem és őt ebben a
hivatalban, és egyébként is éveken át előtte is, és utána is együtt dolgoztunk, ő ugye a kormányhivatalban folytatta, és egy épületben dolgoztunk közösen, vagy Gervai Judit, aki Gógl Árpád főorvos úr idején kezdte orvosi munkáját, én pedig Gógl Árpád képviselő úr utóda lehettem abban a választókörzetben, amiben Árpád kétszer nyert, vagy a színészek, akik a Keller János, Váradi Eszter, Sára, Tűzkő, Sándor, akiket egyrészt tanítottam, mint ugye a Buch Tibor is tanítványom volt, hiszen volt egy nagy fellángolás a színházban, hogy ők angolul szeretnének tanulni, és akkor volt egy kis csapat, egy kis csoport, akiket tanítottam, talán egy éven át, de ugye Kristóf fiunk ott játszott, és a Sára... Diótörőben is. És aztán több darabban, 8 éven keresztül is, és a Sára, Váradi Eszter Sára többször volt az ő édesanyja, és így mindig viccelődünk ezen, hogy és hogy van a gyerekünk. Tehát most már 28 éves, nem 10, de Sára és a Keller Jani még mindig a közönség nagy kedvence, vagy a Cserta család, aki mindenki vagy zenél, vagy táncol. Ugye Judit a lélek gyógyítója, de a fiúk zenélnek, táncolnak, és a néptánc köti össze őket, és nagyon érdekes és izgalmas módon alakult, hogy Cserta Balázsa zenészként szinte állandó kísérője Szórák Katalinnak, a népdalénekesnek, akinek szintén 4 unokája van, nekünk is 4 unokánk van, és hogyha ezt a 4-et és 4-et összeadjuk, ez nem 8, hanem 4, mert ez ugyanaz a 4 unoka, hiszen az én fiam a Katilányát vette feleségül, tehát van 4 közös unokánk, és én sok minden összeköt az interjúra alanyokkal, és nagyon izgalmas élmény volt. Én köszönöm szépen, hogy megosztotta ezeket az élményeket itt velünk, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Áldott karácsony kívánok. Áldott még karácsony egyszer. Kívánok én is minden Székesfehérvárnak. Köszönöm szépen, hogy itt volt, nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket. Maradjanak velünk, hogyha tehetik, és holnap is várjuk majd önöket ünnepi beszélgetésekkel itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra, kellemes időtöltést kívánok.